Sokszor izgalommal nézzük, ahogy egy tűzharc kibontakozik egy filmben, sorozatban, de ha valakit golyó ér, mint például Oli Perez nyomozót, akkor közel kerülhet a halálhoz. Oli is majdnem meghalt, és csak egy hajszálon függött az élete. Olit egy pedofiliával gyanúsított ember lőtte meg. Már majdnem elvérzett, amikor ő felnézett és várta, hogy golyót kap a fejébe is, de ekkor valaki megmentette az életét. 2012. szeptember 25-én a rendőrök kaptak egy fülest. Arról, hogy az egyik gyanúsított, aki után nyomoztak, melyik lakásban tartózkodik. Oli Perez nyomozó vezette a rajtaütést. Én vezettem a nyomozást egy nő ügyében, aki rájött, hogy két lányát az élettársa molesztálja. Ahogy közeledtek a gyanúsított, Daniel Woodsek már várt rájuk sportlövő fegyverével. A hívásra nem válaszolt. Amúl betörte az ajtót, ahogy egy lépést tettem befelé, tüzet nyitott. Az első golyó a bal karomat érte. Épp itt, középen. Perez nyomozó és társa viszonozta a tüzet. Bár a gyanúsított megsebesült, de tovább folytatta a lövöldözést. Perez nem talált menedéket, így még több lövedék érte a tűzharcban. Borzalmas volt. Nagyon nehéz pillanat volt szembenézni azzal, hogy mindennek vége. Meg fogok halni, és semmit nem tehetek, hogy ezt megakadályozzam. Azt vártam, hogy bármelyik pillanatban golyót kapok a fejembe. De akkor csoda történt. Megláttam Jézus Krisztust, Uramat és Megváltómat. Nem láttam tisztán, de közénk állt. Ott volt. Ott volt, amikor kinyitottam a szemem. Fantasztikus volt. Tudtam, hogy két dolog történhet. Az egyik, hogy hazatérek az Úrhoz. A másik, hogy hazamehetek a gyerekeimhez és a feleségemhez. Bármelyikkel csak nyerhettem. Azt mondtam, Uram, én teljes mértékben benned bízom. Mit szeretnél? Mit tegyek ezzel a férfival? Figyeltem őt, felvett egy tollat, belemártotta a tintás üvegbe, és elkezdett írni. Utána a papír elrepült, mint egy levél a szélben, és épp rajtam kötött ki, a mellkasomnál. Felvettem, elolvastam, és az volt rajta, hogy szeretném, ha megáldanád őt. Ne felejtsük, hogy ez a férfi majdnem teljesen leszakította a kezemet. Rengeteg golyót lőtt a testembe. Meglőtte a társamat, és két kislányt is molesztált. Így ránéztem, és annyit mondtam. Isten áldjon meg! Miután Perez nyomozó magához tért a látomásból, észrevette, hogy Woodsek egyenesen ránéz. A férfi megkérdezte, oda akarok-e menni a társamhoz. A beszédstílusa teljesen megváltozott. Nem tudom, látta-e Jézust vagy nem. Fogalmam sincs. Úgyhogy azt mondtam, igen, szeretnék oda menni hozzá. Woodsek oda segítette Perezt a bejárathoz. Addigra megérkezett az erősítés, és elkezdtek lőni. Woodsek visszavonult, és magára hagyta Perezt, amikor az ajtó kinyílt magától. Nem voltam olyan állapotban, hogy én nyissak ajtót, vagy akár lenyomjam a kilincset. A rossz fiú nem jutott el az ajtóig, az erősítés még a lépcsőházban volt. Hogy nyílt ki az ajtó? Isten kinyitotta nekem. Átkúszott az ajtón, és a társai biztonságba helyezték. Woodsek végül megadta magát, és őrizetbe vették. Perezt a sürgősségire szállították, hogy megmentsék az életét. De az orvosok ekkor azt közölték a családjával, hogy nincs sok esély az életben maradásra. Mindenki azonnal elkezdett imádkozni, és nem csak a kórházban, hanem az őrsön és a környékbeli rendőrőrsön is. Mindenki imádkozott értem, mert futótűzként terjedt a hír. Az ima erejének köszönhetem az életem. 27 műtét és számtalan fizikoterápiás kezelés után Perez tanúskodott Woodsek tárgyalásán. Élt a lehetőséggel, hogy kifejezze a megbocsátását annak az embernek, aki megpróbálta megölni. Daniel Woodsek jelenleg életfogytiglani börtönbüntetését tölti. Oli Perez betegállományba került, felépülése folyamatban van. De úgy érzi, a történtekkel többet nyert, mint veszített. 3 percet tölthettem Jézussal, még az ítélet napja előtt. Bár megsérültem, és a karomat nem tudom ugyanúgy használni, mint azelőtt, mégis úgy gondolom, hogy megérte.
minden szívverés és lélegzetvétel Isten ajándéka. Rettentően hálás vagyok. Hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, hogy bizonyságot tehetek arról, hogy Isten létezik, hogy ő valóságos, és hogy Jézus nagyon szeret minket. Szeretném, ha minden ember rendezné a kapcsolatát Istennel.